Kedves nézőink, a televízió képernyők és a számítógép monitorok előtt. Szeretettel köszöntöm Önöket a 8. Kanizsai Kórus karácsonyon. Erre az örömeneklésre Nagy Kanizsa város önkormányzata meghívására idén 4 középiskolás kórus 120 fiatalja érkezett, hogy a legszebb hangszer az emberi hang segítségével együtt ünnepeljük Jézus születését. Tudjuk, ha kihagynánk a karácsonyból az ünnepeltet, üres lenne az ünnepünk. Bizony, ennyi fiatal láttán és évszázadokat átívelő ennyi dallam hallatán méltán jut eszünkbe Mindszenty bíboros gondolata. Isten fiatal, övé a jövő. Ő nem csak a múlt, a hagyományok tudója, hanem az újnak, a fiatalnak, a holnapnak az előhívója egyénekben és népekben, akik nem adják föl magukat. Ezért nincs helye a csüggedésnek. A mi szívünk megremeghet a nehéztől, az ismeretlentől, a lehetetlennek látszótól. Isten azonban az egyének és a nemzetek jövőjét sokszor a lehetetlennek látszó holnapba rejtette el. Nekünk kell nekilátnunk, hogy azt előhozzuk. Amikor böngészünk a világhálón, meglepődve tapasztaljuk, mennyi külföldi kórus tanulja meg a mi Bárdos Lajosunk műveit, a nem soká felcsendülő karácsonyi bölcsődalt is, az egyáltalán nem könnyű magyar nyelven. Mi azonban most hazaiaktól hallgassuk meg a Battyányi Lajos Gimnázium 2 kórusának, a Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskarnak és a 8-osztályos gimnazisták kórusának előadásában. Vezényel Cseke József. Nagy Kanizsa buszjáratain szép hagyomány, hogy a Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar néhány fiatalja ilyen tájt karácsonyi népénekekkel vidítja fel a szürke decemberi reggel utasait. Elmesélték, volt, aki sajnálta, hogy le kellett szállnia, mert még sokáig elhallgatta volna őket. Most azonban mindenkinek módja lesz rá, hogy a teljes vegyeskarból egy bőséges népének válogatást kapjon. Elárulom, ma este nem utoljára. Karnagyuk ezúttal is Cseke tanár úr, zongorán kísér Gölles Martin. Mostan kívül szép rózsa
Évszázadok és földrészek, műfajok és nemzetek között repülünk a mai este. Folytassuk az egyház zenei anyanyelvével, a Gregoriánnal. A Scola Gregoriana Calasanciana, azaz a piarista iskola Gregorián kórusa műsorán Amendico Vobis, bizony mondom nektek, amit imádkozva kértek, meg lesz nektek, kommunió. A Zsoltárt Kósz Veronika énekli. Két Szent László himnusz. Üdvözlégy, kegyes Szent László király. Regis regum civis ave. Qui manducat carnem meam. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, én bennem marad, s én ő benne. Kommunió. A Zsoltárt énekli Herle Zsófia. Ave Maria antifónia. Puernatus est nobis, gyermek született nekünk, karácsonyi introitus. Vezényel Rácné Bella Cecília.
Előbb hallottunk két szentáldozási éneket is, ma este minden kórus hozott hasonlót. A következő műben szintén az oltári szentséget dicséri a Virág Benedek ifjúsági vegyeskar. 80 év után, 2020-ban újra Budapest ad otthont a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak. Ám tévednénk, ha azt hinnénk, csak ez adja az időszerűségét. Karácsony titka, a megtestesülés csodája belső lényege szerint összefügg Krisztus testének és vérének tiszteletével. Városunkban erre a valóságra a kiskanizsai templom tabernákuluma figyelmeztet. A szentségház ajtaján a betlehemi kisded előtt imádkozó szűzanyát látjuk, az oltáron pedig az úrangyala imádság részletét olvassuk, és az ige testélőn. Következik tehát Michael Haller, Ego sum panis vivus, vezényel Cseke József. Batthyány Lajos gimnáziumból a 8 osztályos gimnazisták kórusának karnagya Bagarusné Szabó Katalin. Ő is kíséri zongorán őket, műsorukon. The First Noel, Pachabel kánonját egy régi angol karácsonyi dal szövegével éneklik. Majd César Fran, Panis Angelicus, Aquinoi Szent Tamás egyik oltári szentségi himnusza, befejezésül Marilyn Lightfoot, Dona Nobis Pacem.
Kérem, hallgassuk meg a piarista iskola Matia Károly vegyeskarát Rácné Bella Cecília vezényletével. Agni Partene, ó tiszta szűz, Szent Nektarios ortodox himnusza. Veni Pater Divine Spiritus, a 14. századi Szent Blázianuszi kódexből. Szövege, jöjj, isteni atya, lélek, indíts minket a jó erényekre, hogy neked a mennyei hajlékban, a magasságban dicséretet zengjünk. Palestrina, Jézu Rex Admirabilis. Bertjé, Ubi Caritas, ahol szeretet, ott van Istenünk. Anima Christi, Marco Frizina kortárs olasz egyházzenész imája, szólót énekel Paulik Mirtil és Kovács György. Magyarul sokan ismerik Loyolai Szent Ignác áldozás utáni imádságát. Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hívj magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Befejezésül Farkas Ferenc, soha nem volt még ilyen áldott éj.
Mai szép esténket zárjuk azzal a karácsonyi örömöt sugárzó népének csokorral, melyet a Virág Benedek ifjúsági vegyeskar hozott el. Zongorán kísér Gölles Martin, vezényel Cseke József tanár úr. Thank you.
kórus karácsonyainkon szép hagyomány az is, hogy befejezésül városvezetőink néhány gondolattal megköszönik a fiatalok és pedagógusaik munkáját. Nincs ez másként ma sem. Tisztelettel felkérem polgármesterünket, Balog László urat, folytassa ezt a tradíciót, ossza meg velünk gondolatait. Én is áldott karácsonyt kívánok önöknek a kórusok, a pedagógusok és a Kanizsa TV minden munkatársa nevében. Annuncio vobis gaudium magnum. Nagy örömet hirdetek néktek. Kedves karvezetők, énekesek és kedves nézők, tisztelt hölgyeim és uraim! A betlehemi angyalnak a pásztorokhoz szóló köszöntésével fordulok a 8. kanizsai kórus karácsony résztvevőihez és minden nagy kanizsaihoz, akik szenteste a televízió képernyőjén, vagy később a világhálón követik figyelemmel ezt a kórus hangversenyt. Az evangélium szó szerint örömhír. Ezt idéztem. Az evangelizálás az egyházak dolga, a magamfajta politikusoké pedig azt az életformát védeni, ami erőssé tesz minket, amiben jól érezzük magunkat. Ezért most, amikor arról szólok, hogy mi örömünknek az oka, az isteni okot ráhagyom papjainkra, lelki pásztorainkra. Magam pedig azt sorolom, ami városvezetőként rám tartozik. Mi ébreszthet bennünk örömet és reményt ebben a szürke napfényben igen-igen szegényes időkben? Először is az, hogy ezen a kórus karácsonyon 120 fiatal néz szembe velünk. És ahol feláll ennyi egészséges gyermek, az a nézőknek hosszú ideig igen-igen szívbemarkoló élmény. Bizony tetre is serkent minket. Hallottam olyan tanácsot, hogy egyszerűsítsünk. Az egyik évben a nagyobb létszámú általános iskolás kórusokat, másik évben a középiskolás korosztályt megszólító kórus karácsony helyett adja le a tévé a város valóban magas színvonalú felnőtt vegyes karának produkcióját. Ám, amíg én vagyok a polgármester, biztosak lehetnek abban, ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak a hangja és tekintete üzeni évről évre, van folytatás. Mert egy ilyen szembenézés, egyben felszólítás is valamennyiünké, mielőtt valaki az önfeladásnak, a szürkeségbe való beletörődésnek, a reményvesztettségnek engedne, előtte jól nézzen ezeknek a fiataloknak, vagy akár a saját gyerekeinek, unokáinak szemébe. Minden döntésünk előtt, akár csak fényképen, nézzünk ezekbe a gyermekarcokba. Milyen jövőt szánunk nekik? Karácsonyt akarunk, vagy fényünnepet, avagy a szovjet időkből ismerős fenyőünnepet. Mi, akik itt vagyunk, Jézus Krisztus születése miatt vagyunk itt. És ez még csak nem is vallásosság függvénye. Ismerős a tételmondat, Európában még az ateista is keresztény. A Kanizsa TV megörökítette az interneten Márfi érsek úr városunkban tartott szellemes előadását. Az európai kultúra érthetetlen a kereszténység nélkül. Maga a naptárunkban olvasható évszám, avagy a vasárnapi pihenőnap indoka is ide megy vissza, sorolta akkor a veszprémi érsek. Ennyi gyermeket látva szinte újra halljuk Mincenti bíboros szavait. Asszonyaink anyaságán fordul meg most is minden. Szeretjük-e az életet? Akarunk-e gyerekeket? Tiszta-e a családi életünk? Jézus Krisztus azért jött el ebbe a mi emberi világunkba úgy, hogy anyától született, és ezzel az anyaságot és benne az életet, minden emberi életet, az ebben a pillanatban megkezdődőt is megszentelte, istenivé tette.
a prófétákkal és a 2000 éves kereszténység tanúival, de minden egyes a világ kezdete óta a gyereket szeretettel dajkáló édesanyával kérlek benneteket, térjetek vissza az anyaság, az élet jóságához, megbecsüléséhez, szentségéhez, kötötte lelkünkre a mártírsorsú bíboros. Mi ébreszthet bennünk örömet és reményt ebben a szürke napfényben, igen-igen szegényes időkben? Folytatom a felsorolást, zenei vizekre evezve. Van okunk az örömre, mert a zenélés maga is nevelő erő, amely közösségben még inkább hatványozódik. A sikerélménytől pedig egészséges önbizalmat, ebből eredően tartást kap a gyerek, és ez a legtöbb, ami ma a fiatalságnak adható. Kodály Zoltánt decemberi születésnapja okán különösen közel érezzük a kanizsai kórus karácsonyhoz. A muzsika nem öncél, szögezte le a tanár úr. Fegyelmez, erősíti a logikát, fogékonyabbá tesz a bennünket körülvévő világ megértésére. Azt a ketté szakítottságot, amelyet ma nyugaton látunk, a természettudományos és a humán szemléletmód szembenállását egyetlen híd köti össze. A zene. A kórus éneklést a passzív zenehallgatás sorvasztó hatásával szembeni legjobb módszernek tartja. A gyermek és ifjúsági kórusoknál Kodály különösen is megtapasztalta a fogékonyságot, a nagyon régire és a nagyon újra való élénk reagálást. Számos okot soroltam fel idáig az örömre. A korábban mondhatni szükszavú Kodályt élete utolsó éveiben ékes szólóvá tette a veszélyérzet. Mi lehet jövője annak a nemzetnek, amelynek tömegei nem részesülnek a kultúra vitaminjából, fogalmazott. A nem csak zeneszerzőként és népzenetudósként, hanem gondolkodóként, nevelőként is óriás mester, egy világméretű pusztító járvány első diagnosztája volt. Felbomlik emberi és a kultúra sok ezer esztendős egysége. Kongatta meg elsőként a vészharangot. Reményünk és örömünk oka ezekben a szürke időkben azonban az is, amiről ma újra megbizonyosodhatunk. Egyszerre történik meg a kultúra és hitfelejtés, de egyszerre megjelenik az igény arra, hogy ami a miénk, azt tartsuk meg. Ahogy a régiek mondták, ahol a legnagyobb a szükség, ott a legközelebb a segítség. Ilyenkor decemberben, a leghosszabb éjszaka heteiben is tudjuk, eljön az igazi világosság. Az előbb Kodályt a kanizsai kórus karácsonyhoz közelállónak mondtam. Legalább ennyire köztünk van az 1887-ben éppen karácsony napján született legendás polgármester elődöm is, Krátki István, egyébként maga is muzsikus. Nagy Kanizsát a törhetetlen élni akarás városának nevezte. Már számolni se tudom, hány okunk van a bizakodásra ezekben a szürke időkben. Befejezésül már csak az a kedves kötelességem maradt, hogy megköszönjem mindazoknak, akik ezzel a mai szép ajándékkal megörvendeztettek minket. A nagykanizsai tankerületnek, a kanizsai kórus karácsony motorjának, serfőzőné Horsecki Mártának, a kórusokat támogató igazgatóknak, Dénes Sándor úrnak és Böszörményi Géza atyának, a három karnagynak, Rácné Bella Ceciliának, Bagarusné Szabó Katalinnak és Cseke Józsefnek, és annak a 120 fiatalnak, lánynak és fiúnak, akik talán még nincsenek is tudatában, mekkora ajándékot adtak nekünk. Nem boltban vásárolt portékát kaptunk tőlük, saját munkájukat tették bele, szó szerint a szívüket, a lelküket. Köszönöm. Nem hagyhatom ki a felsorolásból vendéglátóinkat, a Jézus Szíve plébánia közösségét és a kórus karácsonyt megörökítő Kanizsa TV munkatársait sem.
mindannyiuknak és minden nagykanizsainak, magam és városunk önkormányzata nevében bensőséges, boldog, békés, áldott karácsonyt kívánok!